Dobosáron. Bocsánat, egy dolgot szeretnék hozzátenni, a Fogacsisnak semmi elvédeni valója nem volt. Ennyit szeretem mondani. Tehát akkor Dobosáron következik. Gratulálunk a győzelemhez. Második fél időben a kiállítás után egyértelműen uraltátok a játékot. Gondolom az eredménnyel is elégedett vagy. Igen, azt mondom, hogy a meccs előtti célunkat az, hogy megszerezzük a három pontot, sikerült teljesítenünk. Az első fél időben hiányzott belőlünk az a plusz, amivel ezt a mérkőzést megnyerhettük volna. A fél időben sikerült a fejeket ilyen szempontból helyre tenni, és gondolom, hogy a második fél időben egy sokkal láthatóbb jobb játékkal sikerült kijönnünk a pályára, és ennek volt köszönhető az, hogy sikerült két gólt szereznünk. Természetesen segített ebben az, hogy az ellenfél az 50-60 perctől kezdve ember hátrányban játszott, de azt mondom, hogy ezután sokkal több helyzetünk volt, az utolsó passzok sikerültek, úgyhogy szerencsére utána két gólt sikerült is szerezünk, és megnyertük a meccset. Kérdésem valakinek? Akkor is a metalmas. Itt a fontos.